azért nézhetjük most meg ezt a kiállítást, mert azok a akkori honvédek élve haza tudtak menni. Albertné Görgei Zsuzsánna nyitotta meg a Honvédben ház történetét bemutató tárlatot a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Az 1848-49-es szabadságharcot követően az önkényuralom enyhülésekor országos szinten merült fel az igény a volt 48-49-es honvédség tagjai és hozzátartozóik azonosítására és egyletté szervezésére. Az 1860-as évek második felében már legálisan az ország számos pontján kezdtek el megalakulni a honvéd egyletek. Ott vannak ezen a megemlékezésen. A szabadságharcot megjárt testi és lelki gondozásra szoruló katonák részére gyűjtő akciók és adakozás révén igyekeztek megteremteni egy rokkant honvéd katonákat gondozó intézmény anyagi alapjait. Ez lett aztán a Budapesten 1872-ben létrehozott úgynevezett Honvédmenház. A Honvéd Menház tulajdonképpen egy veterán öregek otthona, 48-as veterán öregek otthona, és van Pákozdi vonatkozása is a történetnek, hiszen Vidacs János volt a Honvéd Menháznak a megteremtője, aki maga is részt vett a Pákozdi csatában. A Kossuth Lajos elfogyott regimentje című tárlaton látható a II. Világháború idején megsemmisült épületet bemutató makett is, ugyanakkor számos érdekességgel is találkozhatnak a kilátogatók, azon túl, hogy megismerhetik a menház 60 évig tartó működése alatt ott élt közel 1148-as honvéd veterán mindennapi életét. Alapvetően a kiállítás maga a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum közös projektje volt, és az volt az elképzelésünk, hogy a 48-as veteránházon keresztül, a honvédmenház történetén keresztül bemutassuk a 48-as honvéd sorsokat olyan aspektusokból, amelyeket nem vagy kevésbé ismernek a látogatók, és mintegy 300 műtárgyat vonultattunk fel az eredeti Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben lévő kiállításon, és azóta ez a Görgei kör rendezésében járja az országot, és vándorkiállítás formájában próbáljuk minél szélesebb körben megismertetni ezt a történetet. A tabló kiállítás december 8-áig látogatható a Pákozdi Katonai Emlékparkban.